A hét elején rendezett és tiszta volt a Martinovics lakótelep egyik sarkán álló hulladékgyűjtősziget, frissen készült el a térkövezés a konténerek helyén. A körzet önkormányzati képviselője reméli, ezzel a korábbi áldatlan helyzet is megoldódik majd, amikor napokig állt a konténerek mellett a letett hulladék, és mindenhol szemét borította a füves-köves területet. A most kialakított burkolt szigetet reméli, könnyebben tudják tisztán tartani az ott élők. Ez a terület is egy füves, gazos volt, tehát Isten igazából, hogyha össze is takarított az EHK minden héten, ebből a fűből nehéz volt összeszedni, és akkor polgármester úrral megbeszéltük azt, hogy megpróbálunk egy szebb állapotot elérni, hogy hát ha ez hat a nem törődöm emberekre, és onnantól nem fognak ide pakolni akármit. Ideig, óráig ez így is van, és látható, hogy most viszonylagos szép állapotok vannak, péntek előtt egyébként készen a térkövezés, a város megcsináltatta. A lakók szeretnék, ha a tiszta és rendezett környezet sokáig megmaradna, és jó irányba változna a soha nem szűnő szeméthelyzet. Abban reménykedünk, hogy nem fognak többet ide lerakni mások hulladékot a kukánk mellé. A hulladékgyűjtő szigetek mellé legtöbbször a szemétszállítási díjat nem fizető illegális szemetelők rakják le a hulladékot. Ellenük egy jól elhelyezett fotócsapdával lép fel az önkormányzat, akik így beazonosíthatók lesznek és bizony büntetésre számíthatnak.